Szép jó napot kívánok, ez itt a Fradi Podcast újabb adása. Vendégünk Hajnal Tamás, az FTC sportmenedzsere és Budai László, a Fradi Média főszerkesztője. Szervusztok! Sziasztok! Mondhatnám, hogy csupa öröm és kacagás az életünk, de valójában nem, mert ugye tegnap délután megsérült Sigér Dávid. Innen küldjünk neki mindenféle biztatást. Tomi? Hát igen, nagyon tényleg szomorú eset, egy nagyon súlyos térsérülés szenvedett a Sigi tegnap, és mindenkit nagyon lesújtott tulajdonképpen ez az eset, és utána meg a diagnózis. Úgyhogy én is beszéltem tegnap este is vele, és természetesen a klub minden támogatást, minden segítséget megad neki, ami a felépüléséhez szükséges. Biztos vagyok benne, hogy vissza fog térni ő ebből, szóval nem az a kérdés, hogy igen vagy nem, hanem az, hogy mikor, és ebben ő minden támogatást, minden segítséget meg fog kapni a klubtól. Erről már biztosítottuk őt is, úgyhogy csak a legjobbakat tudjuk neki innen is kívánni. Így van. Laci. Így van, jobbulást Siginek, minél előbb így reméljük, van, hogy valóban. Látjuk a Fradi mezében. És akkor térjünk vissza a futballhoz. Utoljára ugye a Pristina meccs előtt ültünk le beszélgetni, akkor még csak várakozásaink és reményeink voltak. Most megvan a tény, ugye a dupla, tripla, három bajnoki cím sorozatban és három csoportkör sorozatban. Fantasztikus dolog tényleg ezt így hallgatni is tőled, hogy ezt az ember, hogyha így átérzi, és tényleg egy picit úgy mélyebben belegondol, hogy milyen sikereket értünk el most az elmúlt időszakban, illetve vagyunk most aktuálisan is benne. Úgyhogy látszik a csapaton, látszik az edzői stábon, hogy mindenki sikerre éhes, és ez egy nagyon szép részeredmény. Ugye jön a következő nagy feladat, de itt azért szerintem egy pillanatra úgy lehet egy nagyobb lélegzetet venni, és azt mondani, hogy büszkének is lenni erre az elértekre, és innentől kezdve pedig gőzerővel az előttünk álló feladatokra koncentrálni és fókuszálni. Utólag egyébként szerinted melyik volt a nehezebb párharc? Mert én úgy láttam, hogy mintha talán a Pristina az kicsit úgy kellemetlenebb ellenfél lett volna, talán többször került gólhelyzetbe, több veszélyt jelentett, és nagyjából ugye az összesítésben ugye 6-1-5-1 lett, az is elég hasonlóan alakult. Először is kiemelném tényleg, hogy 4 mérkőzés, 4 győzelem, ugye nézve a többi párosításokat, nem sok csapatnak sikerült ez, ugye a gólarányt is, amit elértünk. Természetesen tudjuk, hogy voltak hibák a játékunkban, voltak olyan szakaszai a mérkőzéseknek, amik nem úgy történtek, ahogy elterveztük. Az, hogy a Pristina ellen szerintem azért is volt nehezebb, mert ugye az volt az első tétmérkőzésünk a szezonban, ugye egy nagyon nehéz felkészülés után, ahol a játékosok különböző időben csatlakoztak a kerethez, a válogatott játékosok csak egy héttel a mérkőzés előtt, ugye új szakmai stába kiáltotta a csapatot, úgyhogy még nem is lehet összeszokottságról, nem is lehet még kialakult olyan automatizmusokról beszélni. Szerintem aztán ugye a Zalgiris elleni első mérkőzés nagyon jól sikerült, a hazai mérkőzésünk, ott már látszódott a csapaton az együttes erő, tulajdonképpen kompakt játékunk, amiből aztán tényleg nagyon dinamikusan, nagyon jól játszottunk előrefele is, úgyhogy ez is kell, hogy legyen a folyamat tulajdonképpen, hogy mérkőzésre, mérkőzésre próbálni javulni, a hibákat kiküszöbölni, úgyhogy szerintem jó úton járunk. Milyen hibák vannak, amiket ki kell küszöbölni, csak hogy konkretizáljunk, kicsit szakmázzunk még jobban, merüljünk alá? Igen, ami a lényeg lenne még jobban, hogy a labda elleni játékot azt mindenki átérezze annak a jelentőségét. Ugye a mai modern labdarúgásban tényleg a védekező feladat az ott kezdődik, hogy a csatár hogy kezdi meg a letámadást, azt, hogy a szélső játékosunk hogy szűkítik a területet, és ugye minden párharcnak jelentősége van, ugye minden játékos elvek felelőssége kell, hogy tartozzon a sikerért, és ugye ez a védekezéssel kezdődik. Szóval ebben tudunk még, abban, hogy támadjuk a labdást, vagy milyen agresszivitással, ugye egy picit ebben is a Péter azért eltér az előző időszaktól, ugye a Szergeinél sokkal jobban volt az, hogy zónában megzavartuk inkább az ellenfelet, lezártuk a passávokat, itt azért jobban szeretnénk, hogy dinamikusabban, agresszívebben le is támadjuk a labdást, de ez átállás a játékosoknak is, úgyhogy ebben még kell javulni, és természetesen ugye a labdával is, amikor nálunk van a labda, hogy akkor mikor megyünk bele mondjuk olyan kockázatos passzokba a középpályán, amikor tudjuk, hogy esetleg az ellenfél abból lekontrázhat minket, ott a megfelelő arányokat választani. Az átmenetekben szerintem nagyon jók vagyunk, tényleg ahogy védekezésből támadásba átmegyünk, az a gyors ritmusváltás nagyon jól néz ki, effektivitás rendben van, úgyhogy inkább az, hogy a védekezésben, hogy ott még kompaktabban, agresszívebben és felelősségteljesen csináljuk. Lehet, hogy a friss emlékem megcsal, és csak Vilniusban fordult elő ez, de mintha nagyon sok szögletet rúgnának ellenünk.
Ez azért volt, ugye pont a Vilnius ellen, mert hogy az első fél időben, hogyha a játékunkat vesszük, akkor tényleg ez volt, hogy hagytuk magunkat nyomás alá helyezni, túl sok olyan szituációja volt az ellenfélnek, ahol befejezésig eljutottak, ugye könnyen átmentek a mi támadósorunkon, a középpályánkon, és onnantól kezdve már pedig reagálsz tulajdonképpen, hogy jön egy beadás, hova fejeled ki. Azért mondom, hogy ez egy olyan rész, ami már előkezdődik, hogy ezt meg jobban akadályozni, hogy az ellenfél egészen a kapunkig, vagy a 16-osunkig tudjon eljutni. Engem minden szöglet megrémiszt, megmondom őszintén. Pristina ellen is onnan kaptuk a gólt, és valahogy ez a szöglet helyzet, ez ijesztő néha. Így van, de így van, amikor kaptuk a gólokat mind a kettőt tulajdonképpen, ugye most is a Zsalgiris ellen, ugye ott azért a védő mindig reagál egy picit a támadóknak a mozgására, szóval itt így azt már úgy levédekezni, persze nagyon nagy fegyelemmel, koncentrációval, felelősségteljes egy-az-egy elleni játékkal meg lehet csinálni, de sokkal fontosabb, hogy ugye elkerülni, hogy ilyen sok szögletet rúgjon az ellenfél, ez pedig, mondom, előrébb kezdődik. Hát és hogyan is fogalmazzak finoman, Dénes nem egy tájfun erejével jön ki a kapuból. De egy kapusnak azért nagyon nehéz helyzet, ugye néztük, hogyha visszanéznénk most a szögleteket, ugye nagyon sokszor a Zsalgiris azt választotta, hogy 4-5 embert szinte bevittek az ötösön belülre, ugye behúzzák akkor a mi védőinket is, ott van előtte 10-11 ember, nem egyszerű akkor egy kapusnak megtalálni, hogy hol tudom támadni a labdát, úgyhogy persze egy kapusnak ez nagyon fontos tulajdonsága, hogy uralja a levegőt, de ez egy jó lövőnél, meg egy ilyen variációknál nem a legegyszerűbb feladat neki. Nem baj, mert aztán úgyis megfogja, nem? Tehát, hogyha bármi baj van, akkor aztán a lövésnél aztán már a Dénes nehéz. Persze, rossz indulatú vagyok, hiszen a Dénesnek 16 méterről kívülről nem is lehet betalni. Így van, így van. Amit én szeretem volna, ugye a letámadás kapcsán, hogy a Ryan ebből a szempontból nagyon jó fogásnak tűnik, nagyon sokat jön vissza védekezni, nagyon sokszor oda piszkál. Talán Vilniusban ezt a legkevésbé láttuk, de az előtte lévő meccseken jobban ebből a szempontból ez fontos volt a kiválasztásánál? Persze, ugye nagyon nagy mezőnymunkát végez, tényleg ugye 9-esként, csatárként, amit viszont el is várunk tőle, szóval ő az első ember, akinek a védekezés meg kell kezdenie, és ez a mai labdarúgásban elengedhetetlen, ugye együttesen kell védekezni, együttesen kell támadni, ez olyan egyszerűnek hangzik, meg olyan tényleg olyan banális dolognak, de ezt mindenkinek el kell sajátítania, és átélnie ezt tulajdonképpen a pályán, és a Ryan tényleg amellett, hogy a labdával tényleg fantasztikus dolgokat csinál, amellett, hogy milyen effektív az eddigi mérkőzéseken, nagyon jól megtartja a labdát, ebben a védekező feladatban is, mezőnymunkában is, ugye sokszor neki a hatosról kell indulnia az ellenfél hatosáról, ugye most már nem is azt várják el tőle, hogy a két belső védő között helyezkedjen, próbálja meg az egyiket kizárni, hanem sőt még egy harmadik ember, még a hatos is sokszor a csatára az esik. Ez a szűrőjátékos. Igen. Hát ugye, hogyha védekezésben vannak a szűrő, hogyha támadnak, akkor pedig sokszor az ilyen hátsó szervezőjátékos, úgyhogy, és ott nem maradhatsz le, ugye ott kell, hogy legyél mindig, de aztán azt várod el, hogy utána legyen ott a befejezéseknél, szóval ez egy nagyon komplex feladat. Nem is lehet elvárni, hogy ezt mindig 100%-osan megoldja, de ő ezt nagy százalékban nagyon jól csinálja eddig. Szerettem volna már egy szakembertől megkérdezni, és egyébként is a te praxisodban előfordult-e már a pályafutásod alatt is, hogy az, hogy a pályán egy testvérpár van, az jelent bármelyik tagjának pluszt vagy mínuszt? Tehát amit én így amatőr módon kívülállóként, outsiderként gondolnék, hogy dupla erővel küzdenek egymásért a testvérek, vagy nincs jelentősége? Ahogy látom az ő kapcsolatukat, szerintem nekik segít ez, de szerintem ez minden családnál más és más. Ugye tudni kell akkor az egész, ismerni kell az egész családi hátteret, milyen volt ugye a kicsi gyerekkorukban mondjuk az összetartás. Úgyhogy úgy látom, hogy mind a kettő egy erős karakter. A Ryan-t látom egy picit határozottabbnak még, és ugye a Sammy az, aki inkább mindig úgy vigyáz rá tényleg, és próbálja azért megfelelő irányba terelni. Úgyhogy szerintem úgy jó kiegészítik egymást. Mind a kettő nagyon erős fizikális adottságokkal rendelkezik, mellette megfelelő labdarúgó kvalitásokkal, úgyhogy szerintem ebből mind a ketten profitálnak. És persze mi is, és mi is, mint igen. A Fradi. Igen. És ha már az új igazolásoknak a területére tévedtünk, akkor ugye azt is láthattuk, hogy a két középpályás igazolás közül, ugye Zakaria Sam már kétszer is játszott,
Loncsár még egyszer sem. Ugye, nyilván ez összefügg azzal, amit még a beszélgetés előtt mondtál, hogy a norvég bajnokság már tartott, ebből a szempontból egy kicsit talán könnyebb dolga volt Zakariasennek, és Loncsár bemutatkozására mikorra várhatunk? Nyilván nem te vagy az edző, de hát mégiscsak te vagy itt. Igen, hamarosan az is el fog következni, de ugye pont amit már te is most említettél, vagy beszéltünk róla, tényleg Christopher ugye egy folyamatban lévő bajnokságból jön, ugye teljesen meccsritmusban, minimális olyan átállási problémával ilyen szempontból. Ugye Sztyepánnál az volt, hogy ők ugye Horvátországban később is kezdték a felkészülést, náluk a bajnokság ugyan hozzánk képest egy héttel korábban indult, de tétmérkőzés még nem játszott, és azért azt is figyelembe kell venni, hogy a középpálya egy nagyon fontos csapatrészt, és ugye ezzel a téttel, vagy ezekkel a téttel bíró mérkőzéseken, mondjuk, hogy két új játékost egyből beépítesz, azért az megboríthatja az egyensúlyt is a pályán, úgyhogy itt a fokozatosság elvét választja a Péter, ami szerintem nagyon jó is, és szépen lassan ugye a Sztyepánt is akkor be lehet építeni. Én optimista vagyok, hogy a hétvégén már láthatjuk a pályán. Ahogy kedvenc szurkolói portálunk kommentelői szoktak fogalmazni, Orosz Pali ma megint mosolygott, úgyhogy igazoltunk még valamit, őt is bemutatnád nekünk, új szerzeményünket? Igen, Márián Csabraja, ugye egy balhátvéd Horvátországból, aki a Dinamóban nevelkedett, aztán a Goricában töltött majdnem 3 évet, és utána vitte vissza a Dinamo az elmúlt januárban. Már fiatal korában is azért viszonylag nagy tapasztalattal rendelkezik, ugye majdnem 100 első osztályú mérkőzéssel, utánpótlás válogatott volt Horvátországban, akit régebb óta figyeltünk szintén, és ugye ez köztudott volt, hogy az erre a pozícióra mindenféleképpen még terveztünk erősítést, illetve olyan párt is az Eldár mellé, aki őt helyettesíteni tudja, aki őt nyomás alá tudja helyezni, aki tényleg egy olyan versenyszituációt tud kialakítani, és már ilyen személyében ugye sok más opciót is lehetett hallani és olvasni. Ugye ez tény, hogy tényleg sok emberrel voltunk kapcsolatban. Voltak olyan szituációk is, amikor nem sikerült valami miatt megoldani a helyzetet, volt, aki megsérült, úgyhogy nem volt a legegyszerűbb folyamat, de bízom benne, hogy az ő érkezésével ezt a pozíciót is jól meg tudtuk oldani. Ahogy a munkaerőpiacon szokták mondani, hogy nem túl magasan képzett ez a játékos, tehát hogy azért ez már majdnem luxus, hogy két ilyen szintű játékos van egy posztra. Hát igen, de ez a filozófiánk valahol, ugye, hogy próbálunk, ugye Eldár tényleg nagyon jól fejlődött az elmúlt időszakban, én azt mondom, hogy szerintem így a térségünk, hogy ezen a szinten tényleg ő egy nagyon erős balhátvédek közé tartozik, ugye rengeteg asszisztel egy szezon során, ugye most is már az első 3 mérkőzésen 2-szer, úgyhogy ha ő esetleg kiesik, akkor pedig szükség van egy nagyjából hasonló képességű pótlásra. Mondjuk itt azért nem felejteném meg kiemelni Csontos Dominiket is, aki ugye fiatal játékosként nagy örömünkre végigjátszott most Zalgirisben, és nagyon jól megbízhatóan oldotta meg az ő feladatát, úgyhogy benne is továbbra is hiszünk. Nem kimondottam balhátvédező. Felmerül, igen, már majdnem elkezdted a választ, közben vágtam elnézést, ígérem nem lesz több, hogy igen, ha ilyen jól játszott, akkor miért kell még egy balhátvéd? Miért nem ő Eldár posztvetélytársa? Ugye azt tudni is kell, hogy a Csontinak nem az első számú posztja azért a balhátvéd pozíció, szóval az egy előnye, hogy ezt a posztot is meg tudja oldani, de azért hosszabb távon inkább egy belső védő lesz szerintünk majd belőle, és azért azt a kockázatot most úgy felvállalni, ugye Eldár most jelen pillanatban is ugye kisebb sérüléssel bajlódik, ezért nem tudott játszani. Ugye bejutottunk most már a csoportkörben, és hogyha ott valami történne ugye azon a poszton vele, akkor viszont csak Csontos Dominikben gondolkozni, az viszont túl nagy kockázat lenne még ilyen pillanatban, de ez nem jelenti azt, hogy a mi megítélésünk vele kapcsolatban, vagy a mi bizalmunk, vagy a mi tervünk vele, hogy bármit változott volna, szóval továbbra is őt szeretnénk a lehető legjobban építeni. Meglátjuk, hogy ennek majd most ebben a szezonban mi lesz a legjobb folyamata. Az új igazolás egyébként azonnal bevethető, hiszen ugye most láttuk, hogy például szükség volt Csontos Dominikre, lehet, hogy akkor most majd, hogyha új alakul, ne alakuljon úgy, hanem játszom Eldár Csivis, de hogyha mégsem tud, akkor lehet, hogy majd rá lesz szükség rögtön egy Slavia Praha erősségű csapattal szemben. Ezt meg kell nézni majd most az edzéseken, ugye ő az utolsó tétmérkőzését szerintem az valamikor április környékén volt, ugye most egy felkészülés sem volt ő is, vagy abban volt benne,
Úgyhogy ezt mától a csapattal tud edzeni, ahol az edzőnek, ugye Péternek, meg a stábnak lehetősége lesz azonnal fölmérni ugye a jelenlegi állapotán. Ugye van egy pár nap még a Szlávia elleni mérkőzésig, ezt nyitva tartom teljesen ennek a megválaszolását, úgyhogy ezt az elkövetkezendő napok majd megmutatják. Mielőtt rátérnénk még a Szlávia meccs elemzésére, az esélylatolgatásra, a várakozásaidra, ugye az igazolásokat kielemeztük, de hát van még új igazolásunk, három is, az edző és a két segítője. Pár szót róluk is, túl vagyunk négy tétmeccsen. Mik a benyomások, hogyan illeszkedtek be ebbe az egész családba, a Fradi családba? És eddig ugye 100%-osak, tehát nem lehet rájuk rosszat mondani szinte. Igen, nem, és ez egy nem egyszerű szituáció tényleg, amikor egy új csapatot átveszel, amit már említettem, nehézségek mellett, és azonnal ugye tétmérkőzésen bizonyítani, mert hogyha ugye visszagondolunk Szergej esetére, ugye augusztusban jött, majdnem egy év volt, mire ezekre nagyon fontos mérkőzésekre fel tudok készülni. Úgyhogy látszik, hogy ugye az első hét, ugye amikor legutóbb beszélgettünk róla, hogy akkor nagyon a megfigyelő pozícióban volt, most már azért sokkal konkrétabb, most már azért sokkal határozottabb azok után, hogy levont bizonyos tanulságokat mind a csapattal, vagy mind akár a stábbal való együttműködéssel kapcsolatban is. Úgyhogy szerintem nagyon jól beilleszkedett, szerintem nagyon jól átérzi ugye a Ferencvárosnak a jelentőségét is, a múltját, a tradícióját, meg a nagyságát, ezt a csapatnak is minél jobban próbálja átadni, és erre nagy hangsúlyt fektet. Csapategység kialakításában nagy feladata van, hogy ezeket a különböző kultúrából jövő játékosokat egyesíteni tudja, de azt gondolom, hogy jó úton jár. Az eredmények eddig nagyon pozitívak, úgyhogy továbbra is nagyon intenzíven dolgozunk, hogy ez a jövőben is így legyen. Apróság, nem akarom fényesíteni, Péter, de csak egy apró kis történet, hogy ugye amikor ide érkezett, akkor egy fehér baseball sapka volt rajta sokáig, ami ugye az ő szponzora, személyes szponzora, és a kérésünkre azóta Fradi címeres Fradi sapkát hord, ami neki áldozatokkal jár, viszont mi köszönjük, hogy mégis megteszi. Bocsánat, csak még ez hozzáfűzve. Ugye ő ugye bécsi származása révén is ugye a Ferencváros neki mindig is egy fogalom volt. Szóval ő mindig is ugye képben volt a klubról, a történetéről, a fejlődéséről, szóval hogy mit jelent ezért a klubért dolgozni, és ugye ő ezt a korábbi állomásainál is nagyon át tudta élni, ugye Kölnbe is teljesen azonosulni tudott, ugye jó, az Ausztriára nem is kell beszélni, szóval neki ez a szakmai munka mellett az, hogy egy ilyen közösségnek, egy ilyen klubnak lehet a tagja, ez neki tényleg megtiszteltetés, és ezt ő éli is, és ezt próbálja meg is szeretné követelni a játékosoktól is. És mi a helyzet a két kosárlabdázó méretű segítője? Ne, nagyon jó tényleg személyiségek, különböző karakterek. Alex egy picit úgy a lazább, egy picit tényleg a mosolygósabb, de Péternek nagyon nagy segítsége, szóval úgy, amikor döntéseket kell hozni, vagy megbeszélni dolgokat, akkor látszik, hogy nagyon számít az ő véleményére. Gerhard pedig nagyon szorgalmas, egy picit többet a háttérben az elemzésekkel foglalkozva, ugye most pénteken utazik ki a Szlávia mérkőzésére, szóval ő is óriási segítség. De Csabát se felejtsük el, Máté Csabát is, aki szintén nagyon hasznos tagja, sokkal több feladattal, sokkal aktívabban tudja segíteni a Péter munkáját, mint mondjuk ez az előző időszakban volt, úgyhogy szerintem ők is egyre jobban összekovácsolódnak. Persze az egész háttérstábbal együtt, ez egy komoly csapat dolgozik a háttérben. Most lesz azért feladat, ugye biztosított, hogy további 10 meccs, hogyha minden igaz. Ugye nemzetközi porondon ismét szinte szerda-szombat ritmusban játszhatunk majd. Ez mennyire kell majd, hogy egy új stáb kialakítsa ezt a részét a munkájának, hogy ki melyik típusú munkákat végzi? Na, Péternek erről nagyon szerintem konkrét elképzelései vannak, ezzel neki tapasztalata van, neki ez a filozófiája, ez a vezetési stílusa, úgyhogy ez az első naptól kezdve látszódott rajta. Szerintem ez jól kialakult, ez jól működik már az első napoktól kezdve, úgyhogy abban most nem látok már úgy igazán problémát, hogy abban, hogy még nagy változásra lenne szükség. Akkor rá is fordulhatunk a Slavia Prahára. Azért most már hozzászoktunk, hogy nálunk erősebbnek ítélt, sokkal gazdagabb csapatok ellen játszunk, de azért az szíven ütött, hogy még nálunk is háromszor annyi tér, és kínai milliárdos támogatja, és hemzsegnek a sztárjátékosoktól.
Miben bízunk? Ahogy elmondta, tényleg nagyon erős csapattal állunk majd szemben, de ez már szerintem az elmúlt években is jellemző volt ránk, hogy a Fradi mindig is bátran vállalja ezeket a kihívásokat, és tényleg mindenki nagyon várja ezt az erőfelmérőt, ahol nyugodtan kijelenthetjük, a Szlávia az esélyese ennek, de ezzel nincs is probléma. Sokszor jobb ez ebből talán a kihívó pozícióból indulni, és viszont hittel, önbizalommal, tényleg azt, hogy az elmúlt időszakban megszerzett tapasztalatokat jól felhasználva, bízva a saját játékosaink képességeiben, az, hogy csapatként erősebbek tudunk lenni, mint ők, ebben kell bízni, alaposan felkészülni az ő játékukból, amire nagyon jellemző, hogy egy nagyon intenzív és agresszív, sokszor egész pályás letámadást alkalmazott csapatról beszélünk, akik európai szinten sem változtatnak a stílusukon, de nekünk megvannak azért a fegyvereink, hogyha jól tudunk védekezni, hogyha kompaktak tudunk lenni, még hogyha egy picit mélyebben lévő blokkban is. Vannak nagyon gyors játékosaink, akik kontrából nagyon veszélyesek tudnak lenni, gólt tudunk szerezni kevés helyzetből, úgyhogy én azért bízok a csapatban, tudva, hogy egy nagyon nehéz feladat előtt állunk. Lehet hasonlítani az elmúlt évek nemzetközi ellenfeleihez? Valaki ez ezt a Szláviát, nekem az jutott eszembe, hogy talán azon a polcon van, amelyiken a Dinamo Zágráb, tehát hogy az elmúlt években ugye BL csoportkör, vagy hogyha az Európa Liga jött össze, akkor ott azért továbbítottak, negyed döntőig mentek. Tehát hogy talán ez az a szint, amit mi is belőttünk, hogy nagyon jó lenne eljutni oda, és talán most már a közelében vagyunk, most már csak azt kell, hogy tartsuk ezt a szintet, hogy ebből a szempontból egy ilyen Dinamo Zágráb-szerű csapatot kell elképzelni? Azért emelném ki azt, hogy ez nagyon jó dolog, hogy ugye tényleg kívülállók is, meg mi is azért érezzük, hogy tényleg egy ilyen Dinamo vagy Szláviával így nagyjából azonos szinten emlegetnek már minket. A mutatott teljesítmény és az elért eredmények alapján a pályán, de ahogy Gyuri is mondta, hogyha egy picit jobban úgy a színfalak mögé nézünk, hogy milyen lehetőségekkel bíró klubokról beszélünk, hogy milyen költségvetésre dolgozó csapat, akkor ez csapatokról beszélünk, akkor ez egyáltalán nem egyértelmű. Szóval így szerintem a mi teljesítményünket még jobban ki kell emelni. És az, hogy kihez tudnám hasonlítani, szerintem... Inkább a Dinamo Kijevhez áll már közelebb, talán egyébként keretértékét tekintve. Igen, az mindenféle, ugye majdnem 100 milliós értékről beszélünk, de játékstílus figyelembe véve azért egyedülállónak gondolom, mert ugye amíg a Dinamo az egy... tényleg inkább egy ilyen picit, hogy mondjam, technikásabb focit játszva, ugye inkább egyéni kvalitásra is építve, ugye volt még egy Olmo esetleg, vagy egy Orsics, vagy olyan extra egyéni képességekkel rendelkező játékosok. Ez a Szláviánál azért párosul egy nagyon jó csapatjátékkal is, hogy mondtam, nagyon fizikálisak, nagyon erősek, nagyon dinamikusak, szóval így, ilyen formában azt mondom, hogy erősebbnek ítélem meg, mint a Dinamo jelen pillanatban, hogy a Szláviát egy picivel. Saját szemünkkel láttuk a cseh válogatottat éppen itt a hollandok ellen a Puskás stadionban. Igen, négy játékosuk ugye a cseh válogatottban is játszott. Volt egy ötödik kerettag, aki talán nem játszott, tehát hogy azért elég jól állnak etéren is, válogatottak téren is, szlovák válogatottban is volt ugye egy játékosuk. Ne, abszolút. Hát ugye ők a cseh foci ugye évek óta ugye bőven megelőzték a Spartak Prágát, ugye bajnokságokat Ginorban nyerik, nagyon meghatározó különbséggel is. Szóval tényleg ugye a térségünk egyik legerősebb, ha nem a legerősebb csapata, de ugye ez is a feladatnak meg a kihívásnak a szépsége, hogy amit mondtam itt, azért nyugodtan léphetünk pályára, ugye ezen a két mérkőzésen nagyon-nagyon nagy mentális nyomás volt rajtunk, hogy ugye itt kötelező volt, itt mindenki elvárásként vette, hogy ezt a két kört meg kell, hogy oldjuk. Ugye ezt megcsináltuk, ugye itt ez egy ilyen úgymond extra olyan lehetőség, amit megpróbálunk kihasználni, amivel megpróbálunk élni, és önbizalommal játszhatunk. Szóval én biztos vagyok benne, hogy a Szlávia se örült, hogy velünk együtt kell, vagy ellenünk kell majd, hogy pályára lépjen. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes mérkőzés lesz, és de természetesen itt is, amit mindig szeretek kihangsúlyozni, mert ez az igazság, hogy egy fantasztikus hangulatú Grupama Arena azért óriási erőt tud adni a csapatunknak, meg tudja félemlíteni esetleg az ellenfelet, úgyhogy bízunk a nagyon nagy támogatásban. És eddig, igen, és eddig ugye bejött a hazai kezdés, általában azt szokták mondani, főleg amikor még volt idegenben lőtt gólok szabálya, hogy jobb idegenben kezdeni, nekünk eddig bejött a hazai kezdés, nem tudom, hogy ez változott-e azzal, hogy most már nem kell számolgatni, hogy ki hány gólt lőtt idegenben.
Ebből nehéz még olyan messze menő tanulságokat levonni. Nekünk most bejött, ugye tényleg, eddig jó tapasztalataink voltak, de szerintem ezt majd az évek megmutatják, hogy melyik jobb, hogy jobb idegenbe vagy itthon kezdeni. Mind a két mérkőzésen nagyon jó teljesítményre lesz szükségünk, nagyon jó csapatmunkára lesz szükségünk. Biztos lesznek benne olyan fázisok a mérkőzésnek, ahol szenvednünk kell, úgyis a szenvedést azt most az alatt értem, hogy akkor becsúszol, bedobod magad azt, hogy a csatároknak tényleg lehet, hogy 30 méteren kell védekezni, de önfeláldozóan kell, hogy játszunk majd, és tényleg abszolút a csapat sikerét kell előtérbe helyezni, akkor lehet esélyünk. Szóval akkor bízzunk a szerencsében, és bízzunk leginkább magunkban, és fogjanak azok a jegyek. Hozzáteszem, és ezt előre is megbeszéltük, hogy ne csak a nemzetközi kupa szintéről beszéljünk, mert bár egész decemberig játszunk, reményeink szerint majd jövőre is, de hogy Márti Csabával hazafelé beszélgettük, hát a legfontosabb az az, hogy megnyerjük a magyar bajnokságot, hiszen láthatjuk, akkor két fordulón át kiemeltek vagyunk, és azért az mégiscsak könnyebbség. A kötelezőt könnyebb teljesíteni, mint a bravúrt. Jön a Kisvárda elleni bajnoki rajt. Mit várunk a bajnokságtól, Tomi? Bajnokságtól az, amit az elmúlt években is, hogy meg kell, hogy nyerjük a bajnokságot. Ugye ezt mindig nyíltan fel is vállaltuk, fel is vállaljuk most is. De tényleg egy erős kerettel rendelkezünk, amelyiket azért állítottuk így össze, hogy tényleg a kettős-hármas terhelést is jól bírja. Ugye nem titok, hogy sok olyan játékos van, főleg így az első mérkőzéseken, akikben azért megjelenik egy bizonyos csalódottság, elégedetlenség, meg kevesebb játékpercet kaptak. Ugye egy csapat erősségét az mutatja, hogy ilyen szituációkban is aztán, amikor rotálni kell, amikor esetleg változtatni kell, hogy azok, akik pályára lépnek, azok ezt átérzik, és nekünk ez pedig főleg ugye a szakmai stáb részéről is ugye élnünk kell, hogy igenis a bajnokság az, ami tényleg az alap, az hétről hétre meg kell nyernünk a mérkőzéseket. Ugye pont az elején kell már odafigyelni, hogy nehogy aztán a koncentráció nem 100%-os, és akár pontokat veszítsünk. Ezt az elmúlt években jól tudtuk menedzselni, úgyhogy én optimista vagyok, hogy ezt most is meg fogjuk jól oldani, úgyhogy ezért ez egy óriási feladat már mindjárt az első mérkőzésen, hogy egy jó rajta tudjuk indítani a bajnokságot. Van olyan poszt egyébként, ahol ez még kritikusabb az, hogy eddig nem játszottam, és most talán a bajnokságban megkapom a lehetőséget, és megmutatom, hogy én vagyok a jobb. Én elsősorban Frank Bolira gondoltam, mint csatár, aki ugye eddig nem kapott szerepet. Talán benne lehet ez a leginkább ez a bizonyítási vágy. Hát én nagyon bízom, igen, hogy az van benne. Ugye az, hogy egy játékos csalódott, az, hogy egy játékos ugye ezt esetleg érezteti is, hogyha nem lép pályára, ez teljesen rendben van. De utána, hogyha a pályán van, akkor viszont 100%-os nem is az, hogy teljesítményt, hanem mentalitást, odaadást és akaratot várunk, ez a minimum. Úgyhogy, és igenis, ugye minden egyes edzés, mérkőzés is főleg, azért az lehetőség is, hogy javítsak a pozíciómon, de ez nem csak a Frankre igaz, hanem ez bármelyik másik játékosunkra igaz, bármelyik posztról is beszélhetünk, remélhetőleg Botka Endre most már talán ugye sérülése után esetleg már ott lehet a keretben, és ugye fontos neki is például, hogy minél több percet tudjon a pályán tölteni. De ez nagyon fontos még egyszer, hogy minden mérkőzést ugye a Fradi játékosának, meg mi, mint klub, meg akarunk nyerni, ezt bizonyítani kell, ezt át kell élni, és nem tenni úgy fontossági sorrendet, hogy most nem tudom, nem játszok esetleg a bajnokligás elejtezőn, akkor sértődött vagyok, vagy valamilyen más érzéssel lépek pályára. Veszten a sértődés, éljen a Fradi, ez volt egy remek végszó. Köszönöm, Tomi, hogy eljöttél, köszönöm, Laci, hogy segítettél. Hajrá, Fradi! A Fradi podcastot hallották.